Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Matasz Don 81 Az 1943-ban a Doni harcokban résztvevő második magyar királyi hadsereg katonái és munkaszolgálatosai emléke előtt tisztelegnek január 13-án. Kutatómentők Szimba a tetrekész mentőkutya fáradhatatlanul segítette a katasztrófa védelem munkáját, kiderítettük, hogyan éli mindennapjait nyugdíjazása óta. Golf tehetség. Ifjabb Sárközi Richard tavaly első magyar versenyzőként jutott be a rangos nemzetközi spanyol Open Golf versenyre. A Matasz szervezet Nagy Baconi Nagy Vilmos menetszázada Matasz Don 81 emléktúra címmel emlékszik meg, a 81 évvel ezelőtti háborús eseményekről. Az országos rendezvénysorozat sorozat keretén belül az 1943-ban a Doni harcokban résztvevő második magyar királyi hadsereg katonái és munkaszolgálatosai emléke előtt tisztelegnek, január 13-án szombaton a Pestvármegyei emléktúra állomásaként a Szentendrei térségben is. A Pestvármegyei Emléktúrák fővédnökének dr. Vitályos Eszter miniszterhelyettes asszonyt, védnökeinek dr. Tarnai Rihárd főispánurat és Drót László dandártábornokot, a Magyar Honvédség területvédelmi erők parancsnokság parancsnokát kérte fel a szervezet. Az emléktúrákat a MATASZ Pestvármegyei Szervezet hagyományőrző kulturális, sport és honvédelmi nevelési tevékenysége bővítése érdekében már harmadik éve teljesíti. A szervezet célja, hogy az emléktúrákon az érintett települések emlékműveinél, katonasírjainál rendezett megemlékezésekkel ráirányítsák az emberek figyelmét a II. világháborúban harcoló magyar katonák, munkaszolgálatosok és az egykori honvédelmi miniszter Nagy Baconi Nagy Vilmos vezérezredes emlékének ápolására. A megemlékezéseken résztvevő civil lakosság a hivatalos koszorúzásokat követően egy-egy szál virággal és mécses gyújtással róhatja le kegyeletét, a Doni katasztrófában résztvevő katonák és munkaszolgálatosok emléke előtt tisztelegve. Szentendrén 13 órakor kezdődik a megemlékezés a Kálvária téren. Ki ne ismerné a négylábú hőst, Szimbát, a mentőkutyát, aki két évvel ezelőtti nyugdíjazásáig fáradhatatlanul segítette a katasztrófavédők munkáját. Összedőlt épületek romjai között történő kutatásba, eltűnt emberek keresésébe is bevethető volt. A Pest megyei kutatómentőszolgálatnál jártunk vendégségben, hogy Szimba mindennapjairól érdeklődjünk. 2019-ben Szimbát a világ öt legjobb mentőkutyájaként ismerték el. Az emberek az elmúlt tíz évben sokszor láthatták őt híradásokban, megjárta a legtöbb földrengést, sok magyarországi katasztrófa sújtotta helyszínen talált élő embereket. Balázs Lászlót a kutatómentők vezetőjét legjobb barátjának állapotáról kérdeztük. Szimának nyár végén volt a születésnapja, ugye most lett 13 és úgyhogy megünnepeltük a, a, mi kis csendes környezetünkbe. Jelen pillanatban egyébként sok minden nem vagyunk túl azóta, hiszen kiderült, hogy van benne egy nem tudjuk, hogy milyen indulatú, se egyszerű elváltozás hívhatjuk daganatnak, de nem szeretjük ezt használni, ami befolyásolni kezdte az ő mindennapjait, hiszen egy olyan helyen volt, ami, ami elnyomta a a úgy vezetékét, és nehezen tudott így, így, így üríteni, és ennek a megoldását kerestük több humán, állato, humán és állatorvos bevonásával közösen, és végül így sikerült megtalálnunk a legjobb megoldást, és egy nagyon speciális műtéti eljárással rendbe raktuk ezt a kérdéskört. A világon egyedülálló műtétet hajtottak végre tavaly nyáron a 13,5 éves legendás belga juhász kutyán, mely orvosi bravúrnak számít. Az operációt ugyanis nem állatorvos, hanem az ország egyik legismertebb urológusa végezte el. A bonyolult eljárásról is megtudhattunk információkat. Igen, az orvostudománynak az, hogy sztenteket, ilyen úgynevezett pici alagútszerű dolgokat ültetnek be, ugye eregve az már eddig is működőképes volt, színba volt úttörő, és most éppen ebben lett a világon az első, hogy kutyába egy ilyen jellegű sztentet, mint amit belé raktak, még sem ültettek be, és ugye mivel ez nem egy állatorvostudományi eszköz, ezért egy humán professzort, professzor dr. Tenke Pétert kértük föl, aki a, az urológiának a, a minden tudója Magyarországon, hogy ő az ő nevét a Da Vinci való eh, operálásról lehetett megismerni, és ő, ő volt, aki vezette ezt az állatorvosi tímet, és gyakorlatilag az ő kezemunkája az, ő Szimba, hogy Szimbában most belekerült ez a stunt, és gyakorlatilag ugyanolyan teljes értékű életet él, mint eddig. A katasztrófák helyszínein dolgozó, bajba jutott embereken segítő Szimba manyugdíjas éveit éli. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan telnek a hétköznapjai. Nagyon gyorsan repül az azt gondolom, hogy három éve már nyugdíjban van, és gyakorlatilag ugye ez nem sokban változtatja meg az ő életét, csak élesbeöltéseken nem vesz részt. Ugyanúgy tréningekre jár velünk, értem szóval sokkal kevesebbet dolgozunk vele, de, de ő ebből én azt gondolom, hogy semmit sem vesz észre. Balázs László nem csak legjobb barátként, családtakként tartja számon Szimbát, de már új munkakutyával is dolgozik. Szimba mellett én most ilyen például Nox-szal dolgozom, ő egy két és fél éves, ugyanolyan belga juhász fiú kutyus, mint, mint amilyen Szimba volt fiatal korábban, úgyhogy ő a, a jövő reménysége az én szemszögemből. Ő már bevethető bárhol, bármikor a, a nagy nagyvilágon, vagy akár Magyarországon, úgyhogy nem mondom, hogy nagyon rutinos, mert ennyi év alatt nem lehet rutin szerezni, de, de már mindenképpen hasznos tagja mentő a mentőkutyák társadalmának. A belga juhász bár 13 és fél éves, Látványra éppen olyan, mint egy fiatal fit társ. A személyisége azonban változik az évek múlásával. Igazi öreg kutya lett belőle, picit hákl és picit viszti is. Ez azt jelenti, hogy bár a mozgással mondjuk nem mondom, hogy fiatalos, de azért mindent meg tud csinálni, amit ő szeretne, viszont ha elfárad, akkor hajlamos arra, hogy ugatással jelzi, hogy ő mondjuk pozíciót szeretne váltani, és akkor ugat mindaddig, oda nem megy az ember, és föl nem segít, és akkor átfekszik a túloldalára. Éhes házat próbál őrizni, nem feltétlenül fogta föl még azt, hogy a test az már nem pont úgy viselkedik, mint eddig, és van néhány olyan abszurd mozzanata, ami, amit egyébként nem sikerül végrehajtani, és akkor elesik. Tehát vannak azért ilyen kalandos napjaink, de alapvetően azt gondolom, hogy teljes értékű örekkora van, úgyhogy boldog öreg kutya. Március 1 változik a tarifarendszer. Az állami közlekedésben, a vármegye bérleten és az ország bérleten kívül minden más eddig használt bérletet megszüntetnek. Jelentette be az építési és közlekedési miniszter kedden a Debrecenben tartott sajtótájékoztatón, tájékoztat az MTI. Lázár János hozzátette, új napi kedvezményes jegyet is bevezetnek. A Vármegye 24 napi egy 999 forintba, a Magyarország 24 napi egy 4999 forintba kerül majd, és korlátlanul felhasználható a MÁV és a Volán összes járatán. Jelezte azt is, hogy az eddigi 65 féle kedvezményből 22 marad meg március 1 és valamennyi 50%-os kedvezményes utazásra jogosít majd. A 65 év felettiek ingyenes utazási kedvezményét kiterjesztik a 14 év alattiakra is, a 14 és 25 év közöttiek, ha nem vesznek bérletet, 50%-os kedvezménnyel utazhatnak, csak úgy, mint a közszolgálatban, oktatásban, egészségügyben dolgozók, amennyiben regisztrálnak a kedvezmény igénybevételére, ismertette a részleteket Lázár János. Jelezte azt is, hogy a 65 év alatti életkorú nyugdíjasok kedvezményesen vásárolhatnak vármegye, illetve országbérletet, az eddigi 90%-os kedvezménnyel utazóknak, fogyatékosok, tartós betegek és nagycsaládosok, szintén ingyenes lesz a közlekedés a MÁV és a volán járatain az országban. A december közepén megrendezett Sportkarácsony Pestvármegye amatőr és professzionális sportolóinak találkozója. Különleges alkalom, amikor Pestvármegye közgyűlése köszönetet mond mindazoknak, akik kimagasló példamutató teljesítményre voltak képesek. Az idei ünnepségen Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke köszöntötte a sportolókat, majd Szabó István, a közgyűlés elnöke mondott beszédet. A sok díjazott mellett a Pestvár megye közgyűlése felnőtt korosztályban az év legjobb Pestvár csapata elismerésben részesítette a Szentendrei Női Kézilabda Egylet Strand Kézilabda csapatát. Az 1997-ben alakult egyesület az utánpótlás és a felnőtt korosztályban is versenyez a Nemzeti Bajnokságban. Nyáron a Strand kézilabdája a főszerep, az elmúlt évben magyar Kupa kupagyőzelmet és magyar bajnoki címet szereztek a hölgyek. A European Beach Tour sorozat keretein belül Törökországban 8., Portugáliában pedig a 6. helyet szerezték meg. Az év strandkézilabdázója a Szentendrei csapat tagja Braun Csenge Gratulálunk a díjakhoz! 33. lett a tavalyi spanyol Open Golf versenyen ifjabb Sárközi Richard. A Szentendrei golfozó volt az első magyar, aki részt vett ezen a világversenyen, és teljesítményével lenyűgözte a nemzetközi mezőnyt. 2024-ben szeretne még több sikert elérni, és a profi versenyeken is kipróbálni magát. Tavaly tavasszal rendezték meg a Spanyol Open Golf versenyt, amelyen ifjabb Sárközi Richard mindössze 19 évesen indult el. A világranglistán elfoglalt helyezéséhez képest gyönyörű eredménnyel tért haza. A spanyol Openre magyar golfozó korábban még kvalifikálni sem tudta magát, ezért is számít kiemelkedőnek Ricsi teljesítménye. Nekem ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy elsőként vehettem részt a spanyol Openen. Ez nekem egy nagyon fontos eredmény, mivel ebből erőt tudtam, vagy erőt, vagy pozitív hozzáállást meríteni a 23 szezonhoz, ami látszódott is úgy gondolom, mert ezt követték több szép eredmény. A hatnapos megmérettetésen több mint 20 nemzet sportolói vettek részt, köztük skótok, angolok, németek és franciák is. A nagyobb golfkultúrával rendelkező országok küldöttei gyakran ámulattal nézték ricsi ütéseit. Az időjárási körülmények Spanyolországhoz képest kellemetlenek voltak erős szél, hideg és hó is nehezítette a golfozók dolgát. A hosszú ütések azok nekem előny, nagyon hatalmas előny, főleg, ahogy ugye említettem az időjárási körülményeket, hatalmas szél volt, nagyon hideg, hűvös, ami igazából Spanyolországtól nem nagyon elvárható. Én erre nagyon, nagyon jól tudtam támaszkodni, én Tételezzük fel, van egy 400 méteres szakasz, én abból már 300 métert ütök, amíg a többiek csak 280 métert, akkor ők már két ütővel hosszabbat ütnek a, a felütésre, úgyhogy ez már hatalmas előny, mivel hogy minél hosszabb ütővel támadod a grint, annál nagyobb a hibázási lehetőség. Ricsit az édesapja edzi, aki maga is profi golfozó volt. Idősebb sárközi rihát sok nemzetközi versenyen szerepelt, így jól fel tudta készíteni fiát a próbatételre. A Spanyol Open előtt azért volt egy két hónap felkészülésünk, tehát azért úgy összeszoktunk. Visszamenőleg egy picit előbre mondjuk 2022-21, stb. Azért rengeteget fejlődött ütésben is, fejben is, stb. De azért apa-gyerek kapcsolata egy sportban, hát megmondom őszintén, azért, azért az elég kemény. Nagyon jól játszik, tehetséges, stb. Csak sokszor az ego sokkal nagyobb, mint a tudás. Európa egyik legrangosabb golfversenyén a sportolók nem használhattak lézert a távolság felmérésére. Csak a pályatérkép alapján számolhattak, de Ricsi ezzel a feladattal is megbirkózott. Édesapja elárulta, hogy fiának már menedzsere is van. Van az egyik tanítványom, illetve már barát is, és én megkértem, hogy mi lenne, hogyha elkezdené menedzselni a Ricsit, elég nagy kapcsolatrendszer van, ügyvédi irodája van, sok céggel áll kapcsolatba, ő Fehér Dániel, egyrészt nagyon tetszik a, a Ricsi játéka a dani -nek. Dani meg nagyon korrekt, és azt gondolom, hogy ez a hosszú élettitka. A tavalyi sikerek sok erőt adtak Ricsinek, így az idei szezonba nagyszabású tervekkel kezd majd bele ugyanúgy, ahogy tavaly is, a Spanyol open fogom kezdeni a szezont. Ezt nagyon sok amatőr, illetve remélem profi nemzetközi verseny fogja követni. Most teljes mértékben még nincs összeállítva a versenynaptáram, de a British Open Qualifying School-on remélem, hogy több Pro Golf Tour verseny is részt fogok venni, illetve szeptember, októberben van egy úgynevezett Pro Golf Tour kvalifikáció, ami a 2025-ös évre egy kvalifikáció, hogy az egész szezonban részt tud venni ezen a profi versenysorozaton. Ezzel szerintem elárultam, hogy a 2025-ös évet azt úgy szeretném majd kezdeni, hogy már profiként. Ricsi a szezont idén is a spanyol open fogja kezdeni, amelyet számos világverseny követ majd. Vörös kód lépett életbe országszerte a belügyminisztérium hétfő esti rendelkezése szerint. Ami azt jelenti, hogy a különösen hideg éjszakák miatt a szociális intézményeknek be kell fogadniuk a hajléktalan vagy bajba jutott embereket. Az intézkedés előreláthatóan szombat reggel 8 óráig marad érvényben. Vigyázzunk egymásra. Bár sokan halnak meg szabad ég alatt, a legtöbb embert mégis a fűtetlen lakásán, szállásán ér a fagyhalál, ezért különösen fontos, hogy gondoljuk át, éle a szomszédságunkban, környezetünkben olyan ember, aki veszélyben van. Hipotermia, azaz fagyhalál akkor következik be, ha a belső hőmérséklet tartósan kritikus szint alá csökken. Tehát nem csak a szélsőséges hideg időjárás veszélyes, és nem csak a szabad ég alatt történhet katasztrófa, hanem egy hideg, fűtetlen otthonban is. A hideg éjszakákon a Szabadkai utca 11-es szám alatt található Szentendrei hajléktalan szálló nyújt menedéket a rászorulóknak, Probléma kérdés esetén az intézményt működtető gondozási központ munkatársait a képernyőn látható telefonszámon érhetik el. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön derült lesz a délelőtt, majd délután észak felől megnövekszik a felhőzet, és észak-keleten-keleten -keleten helyenként hószálingózás is előfordulhat. A nyugatias szél az ország középső harmadán napközben több fele megélénkülhet reggel ismét erős fagyokra kell számítani, kora délután pedig 0 plusz 4 fokot mérhetünk. Hajnalban reggel, főként délen, délkeleten pára kötfoltok is kialakulhatnak. Adásunk végén következnek legfontosabb híreink, még egyszer röviden. Az 1943-ban a Doni harcokban résztvevő második magyar királyi hadsereg katonái és munkaszolgálatosai emléke előtt tisztelegnek január 13-án Amatazdon 81 emléktúrán. Szimba két éve nyugdíjas segítőtársként éli mindennapjait a Pest megyei kutatómentők szolgálatában. Tavaly nyáron egy komoly műtéten esett át a 13 és fél éves legendás mentőkutya. A fiatal golf tehetség ifjabb sárközi Richard volt az első magyar, aki tavaly bejutott a spanyol Open Golf világversenyre, és teljesítményével lenyűgözte a nemzetközi mezőnyt. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre ma. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik Testőr című magazinműsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a www.szentendre.media.hu per TV Szentendrén. A közösségi oldalakon is jelen vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy elsők között értesülhessenek legfrissebb videóinkról, híreinkről. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!